Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elérkezett a Maid of Scare. Hú, már egyébként vártam ezt a játékot, hogy mikor fogjuk folytatni. Hát ugye több időszak is eltelt, hogy nem voltam annyira csodásan, hogy tudjak videózni, de ugye mindig előre, jóval előre igyekszem felvenni a videókat, hogyha bármilyen balhébe üt, mondjuk, mit tudom én, tök mindegy, mint múltkor is, jó múltkorában ugye Winchester elromlott, stb. Szóval azért be tud ütni a probléma. Ugye most a betegség ütött be egy darabig, egy kis ideig, és ugye ez hátráltatta a videó készítést egy jó 2 hétig, de 2 hétre előre szerencsére felvettem nektek videókat, úgyhogy ez nem volt probléma. Úgyhogy ezzel fogom folytatni, ezzel a csodás játékkal. És most már, hát nem azt mondom, hogy most már jobban érzem magam, de most így jó erősen látszik az arcomon, hogy kentem rá vakolatot, hogy volt is kedvem hozzá, és igazából a kedven kívül éreztem rá törődést, hogy az arcom úgy néz ki, mint egy vízi hulláé, hogy ezzel, igen, ezzel végül is foglalkozni kellett annyiban, hogy hogy tenni kellett, amit az ügy érdekében. Úgyhogy látszik, hogy itt otthoni kis hát ilyen mackó felső szettemben vagyok. És megpróbálom. Így. Szóval megpróbálom magamat így betessékelni a wow játékhoz. Úgyhogy menjünk is bele eme a csodás játékba. Azt hiszem, ez a játék a manuális mentés? Igen. Manuális mentés. Nem tudom már pontosan, hogy hol hagytuk abba. Azt tudom, hogy az előző részben volt egy olyan, hogy ide rakom. Vagy nem tudom, hova rakom. Volt az előző részben, inkább fel is. Nem jó. Feltörökülés, ezek egy pillanat. Így a hátam is megkapja azt a felületi feszültséget, amire szükség van. Ne. Oké. Na tehát, az előző epizódban azt hiszem, hogy fel kellett volna jutni az emeletre. Ahol a Chelsea mondta, ugye az harálmünk. És igazából kéne, meg kellene találnunk egy, mert fönt van a padláson. A nő. Szóval, nagyon hangos az a játék. Jézus Mária, ez egy jó zsak. Bizonyosan a folytatás, azóta nem játszottam, és ugye el kell csalni azokat a valamiket, amik ugye nem látnak, csak hallanak. Nagyon-nagyon jól hallanak. És ha megint rezeg itt a kezemen itt minden. Jó, ezt lenémítottam, az órámat is pillanat. Erre nem jutott... Azt halljátok mennyire? Mennyire hangos? Vagy csak az én agyamban ilyen hangos az a játék? Na. Mentünk, mindegy. A lényeg az, hogy... Igen, ezek itt járkálnak kint. De még nem lehet lemenni. Tuti be lehet majd menni egyébként a hátsó részbe. És ha a kutya közben be... most valamiért lebb volna, egy pillanat.
És utána nézek, hogy what are you doing? Van egy tippem, hogy miért. Na. Aha. Igen. Gyerekek, én nem tudom, mi van mostában a Chrome-mal, de egyébként nekem meg szokott nyitva lenni, tudod. Zenehallgatás, stb. Stb. És képzeljétek el, hogy nem nálam, de nálam is elő szokott fordulni az, hogy tudod, videózok, mit tudom én, és annyira leterheli a gépet. Egyszerűen így megeszi a processzort, de nagyon durván. És... anyád, de hangos. Ismerősnél pedig... konkrétan az van, hogy játszunk a játékkal, be van kapcsolva a Chrome, és kibassza a játék. Annyira leterheli a processzort, a Chrome, hogy egyszerűen más nem tud futtatni. És azért neki se egy fos gépe van. Nekem meg főleg nem egy fos gépen van azért. Már csak a, ennél a legújabb a 9. generációs proci lenne. Az i9. Tehát ez a legújabb i7. Amit ugye a legutolsó i7 volt. Ami kijött a piacon. 1080 stb. Videókártyával, ami majd lassan cserélve lesz. 380-ra. Karácsonykor. Vagy hamarabb. Mindegy, ez csak biznisz kérdése. Na lényeg az, hogy igen. És olyan durván terheli le, hogy eszméletlen. Na az előző részben viszont, hogy majd témánál legyünk a játéknál, és semmi baja sincs, nézd meg. Kikapcsoltam a Chrome-ot, az semmi baja sincs. Nem tudom, mi van, mit csináltak a Chrome-mal. Ez amit kinyitott. Ez is. Hát én kinyitottam itt dolgokat. Egy dolgot meg akarok nézni. De ez nem nyitódik ki. Nem. Picsába. Jó, ezeket el kell csalni, mert fel kéne mennünk az emeletre. Na, akkor valahol be kéne csilingolózni. Most itt vannak középen, és ott kéne fölmennem. Ugye a holban vagyunk. A konyhában biztos, hogy nem. Most hol vagyok? A bárban vagyok én. Ki kéne menni a kicsönbe. Konyha. Konyhán keresztül át a Grand Hallba jobbra. Őket meg be kéne riasztani a... vagy a várakozó csarnokba, vagy a manager office-re, vagy a chapelre. Szerintem oda fogom be. Na. Menjetek! Menjetek már! Nem mindegyik megy be oda. Az például ott járkál, mert olyan jó dolga van. Menjél már be oda! Oda is bemehetnének igazából. Itt járkálnak, mint jó dolgukba. Na jó. Forduljál meg! Oké, elindultak. A manager office irodában vagy a ezért jobban örültem volna. Bebagolhatnának mondjuk oda. Ezek nagyon idegesítőek. Vissza. Ah, na.
Ha. Mégis laggol, ami nem stimmel. Meg nem nyomom, ha ezek ide gyűnnek. Mamma mia. Azt mondja, hogy ide kellett volna feljönnöm. Szar helyen. Elbasztam. Valamit hang. Valami itt... Valami itt nem kó... Share. Beállítom azt is, mert úgy látszik, nem akarja az igazságot. Szóval... itt valami nem kó share, mert... Azt most nyomkodja meg a kompokat, rám jönnek, mint a tarisznyarák. Nem merem. Azt mondja, hogy fel kell jutnom az emeletre. Azt mondta a nő. Ci. Ke. Azt mondta, hogy... Na, azt mondja, jó, azt kérdezik, engerekkel végzett a legutóbbi vizsgálat jelentős előrehaladást ért el. A negyedik tesztolony a székben tudott ismételt alkalmak után lényegesen megnövekedett szuggesztió és engedemes jelét mutatta. A hangingerek és vizuális sugalmazás kombináció működik, de hogyan lehet ugyanezt az eredményt a nagyobb léptékben, és meg a különbségek előtt megismételni. Hát a csaj elénekli. De kicsodán a személyzeten. Hát! Bitch, please! Jó van. Azt is. Felszettük. Na, nem ész kell. Itt vitték el a csávó. De hát itt már jártunk. Én nem megyek le megint a föld alá. Mondjanak békén a fassággal. Sétál az ajtó mögött. Oké. Okay. Na jó. Hogy kell megnézni? Mi történt? Hogy is kivett észre? A szívem! Várjatok! Hogy kell megnézni? Thank you.
Szóval, hogy kell megnézni, mit kell csinálni? Nincs ilyen... Nem az eszket kell nyomni. Enter se. Tabot se. Caps lock, hát azt hagyjuk akkor. Eszk... Nem. Elfelejtettem! Q, nem. 0, 1. Ne! Mit csináltam? Nem, ezt tedd el. Ezt tedd el. Paszki. Paszki. De mindegy. Aha. Mi? Igen. Hát ezek szerint... Hogy van itt a térkép? M? Na, azt mondja... Feljegyzések... Aha, feljegyzések. Nekem az kéne... Nem az kéne. Földszint, pince... Aha, onnan mutatja nekünk. Hol van mutatja? Az a szerencsét oda. Akkor pince... Nem, kert. Kert! Oda kéne elmenni. Diló! És akkor azt meg hogy? Kert, pince, földszint, ki kéne jutni innen. Akkor azt írja, hogy... Aha, valamire ére, vagy nem tudom, valamire ére. Azt akkor én... Jaj, most itt vagyok. Ó. Jól van. Akkor itt kimegyünk. Átmegyünk a hólon. Itt át. Vagy mi van? De itt le van zárva. Itt be tudunk menni. Az be van zárva kulcsra. Fasza. Akartam is kérni, hogy legyen már bezárva. És akkor az is kulcs. Pince. Ah, ki kéne menni a kertbe. Mert a kertbe ott van az a genyó. Ezt fel kell szedni. Ha még nem szedtük fel. Ugye? Ez meg mi a sört. Sörcsap, te állat! Hát oda állj, be kell vinni vissza a sörcsapot. Ó, zenés modell, oké. Oké, akkor vissza a sörcsaphoz, gyerekek. Jó. Akkor most hol vagyok? Itt vagyok. Ki kell menni, vagy balra. Azt... Ah, balra. Hát ott jár kell az vadállat. A faszodat! Hát nem hallottál meg? Ha hagyjál már békibe! De ne már! Hagyjál már békid! Hagyjál békid! Jöjj ki! Na. Hm.
Ki vagyok az élettől. Na, elvegyél már levegőt. Tehát, na jó, ez fasság. Honnan a tevenyerekből tudta, hogy itt vagyok? Ez egy kibaszott fasság. Hát de gyerekek, hát de komolyan. Hát nem tudhatta, hogy itt vagyok. Hát befogtam a számat, és csendben voltam. És csilingeltem a másik helyre. Ez fasság. Nem látja, hogy hova futok. Jó, tudom már, mi lesz a terv. Nyomorékokkal vagyok körülvéve. Nem oda kéne bevinni, azt kéne, baszki. Már nekem pont a menedzser... Pont a menedzser odába kéne mennem. Úgyhogy... Eddig állapodba jöttem. Nem a szopac. Szerintem mindenképp futnom kell. Á, Istenem. Jó van, akkor futok. Mert szerencsétlen... Á, beakadtam. Kell az a nyomorult sörcsap. Már liheg. Alig futott. Na takarodj már! Az a nyomorék. Jó van, megvan a sörcsap. Innen kéne majd úgy kimennem, hogy jó legyen. Ezt már elolvastuk. Kérdés. Hogy kéne itt keresztül mennem úgy, hogy ne vegyenek észre?
fontos kulcs. Mert csak ott tudok kimenni. Hűha. Már azért, mert hogy én itt nem tudok most kimenni. Valahogy át kéne oda jutnom. Hűha. Hűha. Most be kéne illesztenem a csapat. Most már hallom, hogy itt járkálnak, szóval az szomorú a helyzet. Bitch. Van a kert végébe ott. Itt elmentem. Már csak azért, mert ha megint lebukok, tudom, hogy innen kéne folytatni. Ne kelljen előről a sörcsapot megszerezni. Oké. Okay. Végül is át tudok menni. Talán, anélkül, hogy... hogy meghalaná, hogy sétálok. Vagy olyan levegőt veszek. Már igazából arra támad. A hangra. Most megáll. Rendesen be vagyok tojva. Oké. Okay. Csukjuk be. Hi. Ez a nőszemély milyen izékbe kavar be. Komolyan. Oké. Okay. Ezt itt elmentjük. Már olyanokba szivat be ez a nő, hogy hihetetlen. Na. Betesszük a sörbe egy csapot. Nem tudom mit, de mindent kinyitott. Oké, okay, most mi történt? Nem az nyílt ki? Nem. Most ki kéne deríteni, hogy mit... milyen sorrendben kéne kinyitni őket? Jaj, de jó lesz. Ah, oh, mamma mia. Oh, hoppá. Kinyitott valamit. Nem azt. Hát nem ezt. Akkor meg mi a teve nyerget? Minek kell ez a sörcsap egyáltalán? Mégis mire? Gondolkozási fázisban vagyok. Meg ez még így maradt. Csak kinyitnak valamit.
Nem. Vagy csak... Én gondolom, az nem. Hiába, csak úgy nem kellett szerezni egy sörcsapot, annyi nem mondjuk kiszálkozó vadbarmok. Ez egy logika, amit meg kéne fejteni. Na jó. Gondolkoz, Miharu. Gondolkozási fázisba jöttem. Na itt vagyok, bocsánat, csak telefonom volt, mert is ne. Lett volna, amikor videózom. Na. Szóval. Szóval és tettel. Ezeket úgy kell kombinálni. Mindenféle. Szia, csipike. Bizony. Nem. Hogy te zakkom vala. Baszka, az itt volt! Ide jött volna be hozzám, hülye vagy? Amiben nem akadnak. Isten, nem, adjuk már ezt a játékot, az Isten áldja meg ezt a szerencsétlen fasz. Hát... I am so relieved you're safe. Ezt nem tudtam bekelni. Na, gondolkoztam, hogy ki tudom-e. Na, várjátok, rossz hangjuk van, te. Vigyál be. Tiszta retek a csávó. Várjál, nem a kicsőmben, mert itt lesznek a nyakamba. Ezt nem tudom elhinni komolyan. Te
nem megy oda. Istennek! Jó, sokáig tartott, mire ez... te... Édes Istenem. Tudtam, hogy baj lesz. Nem baj. Most mi történt? Feladat frissítve. Csajszi már hív, nem bír magával. Hol vagyok? Azt a... ott egy cigi. Gyújtsunk rá gyorsan. Idegállapotba jöttem. Könyvtár. Jó. Ne csörögjél már. Elizabeth, ott vagy? Sikerült feljutnom az első emeletre. Sikerült feljutnom? De jó. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Itt a mellettem, igen, látom. Még valaki a padláson? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Kötök jó. Take care, my Thomas. Szívesen. Majd megoldom. De jó. Ödekkel majd megszerezzem, tuti. Hogy át tudjak ott menni. Ott is egy darabkát. Van egy, kettő, három, négy darabot kell megszerezzek. Csodálatos. Köszönöm szépen. Aha. Na nézzük. Olvasás. Augusztus 12. Mindegyik kölyök kétségek közé üldöz. A mamlasz bátyám úgy tűnik megesetette Elizabeth legrosszabb gyanúját, miután elkezdte beleásni magát apánk naplójába. Most már egyszerűen megtagadja az éneklést, nem hagyandó a dal felvételeiből tanulni, és követni az anyja örökségét. Biztosan létezik egy másik mód, egy eszköz. Az utóbbi évek csekély zsákmánya mellett nem húzhatjuk sokáig talán magunk. Felvételek. Talán létezik mód egy kevésbé makacs és szeszélyes megoldásra. Isaac. Naplója. Volt egy izé. Az jó. Ne már, ez ilyen kézlevágó bigyó! Most szopac. Hello! Miharu vagyok! Ne bánts, please! És sok két üvegport. Hát, hogy jobb lesz. Itt van az ajtó mögött, rohagyom meg. Nem, megyek én arra. Körülnézzük a többi résznél. De most... miért? Bezzeg, mi nem üthetjük meg, mi? Miért? Miért? Once we have all the cylinders, we can end this. I'm certain you'll find them here, in the hotel.
Oké. Okay. A játéknak egy olyan bugja van. Beszélsz a csajjal. Telefonon. Akkor ő... Akkor ő... Akkor leszállnak rólad. Szóval sokan jönnek, akkor... We need all four parts for the harmonium. Just please be careful. Honnan kötöd a csávó? Mindegy, engedjük el. Persze, szállom. Hány oldalról jönnek? Nem lehet ezekbe berejtőzni, ez akkor nagy fasság. Hát kapok szívinfarktust, halló. Oh. Bezzeg, nem használtunk ilyen pengéket, meg ilyen biókákat? De akarok pengéket használni. De ügyes vagy. Miharu. Halljál meg! Anyád, de megijedtem! A szívritmus zavarom! Jó van. Akupunktúrás ágy. Oké. Okay. Jézus. Hogy térkép? Oh. Oké. Okay. Jól van. Ha az való életben lenne, úgy szétütném az összeset, hogy meg se mozdulna. A fején rászöltenem azt a zsákot, azt meg... Jó van, hát anyád! A kis kezem! Pont a sebebe ütöttem be. Jó van. Urinő akartam lenni, és már a szörp. Nem mondod, innen kell fo...
És ott nincs ilyen, ilyen elmenő, elmentésező, izé, elmentésező. Na. Feladat frissítve. Igen, sikerült fejtni az emeletre, tudom, mert yes, már tiszta idegben vagyok. Ne csinálj velem, Moni. Zárva. Oké. Na, a rakterében bukkantak rá egy üvegburkolatú vasketrecbe zárva, és vakcsolláncokkal lefogatva, hogy fogták el. Hogyan fogták, hova szeretettek, és pontosan kihez, valóan sincs. Nagy szerencsénk volt, hogy ilyen tragikus állapotban bukkantunk rá. Ugyanis, ha énekelni kezd, a végzetünk bizonyára elkötlenné válik. Az lesz a szirén. Ha azt követő hetekben még legyengő állapotban is hatással volt az embereimre, sőt, még egy nő elméjére is. Úgy hiszem magát Pepsonét, Melfoné lányát, a kórus tragédiát most elfogtuk el. Mi ezt kezdenénk egy ilyen teremtménnyel, egy ekkora erővel? Azok, akik meghallják a dalát, a varázs alá kerülnek, és még befeszültebbé válnak, sőt, azután még elkezdik imádni is. Kíváncsi, vagy használhatnánk-e még több hajó elcsábításához. Vagy ide csábításához. Azonban, ha lenne a mód a hatalma irányításához, a dala megtanulásához a legidősebb fiam Isaac azt javasolta, hogy a éjese Prudence hajlandó megpróbálni, és én pedig áldásomat adtam rá. Jó van. Megint faszokkal vagyunk körülvéve. Gratulálok már ezeknek is. Oké, ott járkál, az a rohadék. Viszont nem tudok hova menni, mert így is körbe jöttünk, szóval... Mindenképp erre kell jönnöm. Maximum. Ide kell bejönni. Oké, végre egy mentési pont! Ah! Oké. Is this true, mother? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. Sirian, as us. The same song you sang, mother. The song father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you? No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Oké, szóval ugye kiderült, hogy mivel a nagyapja, ugye Isaac az apja, Isaac az apja, ugye? És akkor az anyja, ugye? Hát ők önként azt mondta, hogy oké. Okay. És ugye beleegyezett, ugye? Igen, amit most olvastunk levelet. Beleegyezett ebbe, megpróbálja. És ezért ugye csábított egy csomó embert ide. Fasza. Jó van.
Hű, oké, menjünk tovább. Oké, ez pont arra megy, nekem ez pont jó. Én pont erre akarok. Nem arra akarok menni. Esküszöm, és egy zsákot húzok a fejemre, azt akkor nem lesz ilyen probléma, hogy nem köhögök ezeket a bityókon. Persze, hogy zárva van. Nyilvánvaló volt. Elmegyne már. Te egy ember. Furán néz ki. Segít a haver! Ne fossál már! Csapassad! Erős vagy, mint az izom, Jani. Ez az. Nyomjani, menjél már! Oh. Tuti meg fogunk halni. Oh, mamma mia. Hát jó, ebbe is kell valami. Az csodás. Óram Isten József! Mi az Isten ágyon van veled? Az nem az. Hangmodulátor. Oda meg másként. Valami jóság. Na! Oké, itt egy papír, itt egy papírusz! Na! Testvérem, Isaac, Abraham, megrovása. Testvérem, könyörgöm, jól fontold meg, mielőtt gondolgatod, hogy megcselekszel. Együtt találtuk ki, és építettük fel a gyilkos szobákat, hogy tápláljuk a lényt, és finanszírozzuk a terveinket. Nem engedélyezhetem tovább a rajongásodat féktelen pusztítás iránt. A múltban talán elfogadható volt, amikor vendégek még tömegével özönlöttek a szállodába, de az elhamvasztott holttestek és a hatásuk olyan felesleges, amelyet már nem engedhetünk meg magunknak, Isaac. Aha. Mert nagy bányánkat megróttuk. Követjük. Nem követjük. Menjél! Ezekből csak köbe-köbe megyünk. Tudom már, mit kell csinálni. A csávó köbe-köbe megy. Most nem tudom, mit kell csinálni, csak úgy sejtem. Nem értem ezt a játékot, már megint. Hmm.
Én nem értem ezt a játékot. Esküszöm. Én ezt leszerem. A kurva anyád. Neked is. Neked is. Mindegyiknek. Jézus Mária, Szent József, hol faszom, de vagyok. Ma értem. Hát ez csodás. Na jó van, hát takarodjál már! De! Nyomom azt a szart, hát el kellett volna menni. Édes is. Jó van, ezt a játékot nem értem. Úgy jönnek oda, hogy azt se tudják, hogy ott vagyok. Nem is hallják, hogy lélegzek. Hát hagyjuk már, hát milyen fülük van, mint egy izé, mint egy... Nem vagyok ideges, szóval ott van abban a szobában az a szar. Vagy te nyomorék. Letépem az árkapcsot. Gyere ide. Ma megint megijedtem. Isten áldja meg ezt a nyomorékot. Nagyon jó. Hát meg sír itt a fülembe az a csávó. Hát ki vagyok az élettől. Kiillik, mint a Jedi erővel működne az ajtó, vágod? Ne köhögjél már! Jézus már! Most hol az Isten? Eddig nem is jól voltam itt. Most hol vagyok? Most mi történik? Éppen itt átmegyek. Levágja a... Okay. Nem vágja le. Jó. Azt hittem levágja. Valamimet. Olyan helyekre jutok el, hogy eddig nem is volt még ilyen. Na jó, van akkor zsák utca. Oké, jól vagyok. Jól vagyok. Mindenképpen jól vagyok. Nem volt hangos, persze. Oho! Aha! Titkos ajtó. Okay. Ezt így elmentjük. Most már minden egyes lépést el fogok menteni, mert ez most már, ami itt történik, az kriminális. Esküszöm. Jó. Most arra mentem, most nem arra fogok menni. Most éri. Ja, erre mentünk az előzőleg. Fasság! Hát de mi?
már! Értem. A szívem. A csávóból lett ez, de kinyílt az ajtó. Baszd meg, elfogyott ez a szar! De utálom ezt a játékot. Édes Istenem, hogy a kávémat. Elfogyott a be! A megyször! Tudom, mivel fogunk szórakozni, te jó Isten! Nem, nekem nem kellett a lehet legegyszerűbb módot elindítani, nem. Nekem szándékosan az... Ahol agresszívebbak ezek a dögök. Istenem. Jó van. De már tudom, mit kell csinálni. A gyűlölöm, na jó van. Akkor én nem fogom folytatni szerintem a következő részt. Mert ez már kiment az idegeimből szétcsapt az idegeimet. Úgyhogy... igen. Jó, mindegy. De miért nem használtam azt a ízét, azt a kis járatot? Nem van, mindegy, engedjük el ezt, majd most fogom használni. Találkozunk a következő epizódnál. Mindenféleképpen. Úgyhogy a következő... Következő hét. Következő péntekén, parapéntekén. Játszani fogunk. Vagyis lesz következő epizód, parapéntek. Illetve ne felejtsük el, hogy nem sokára Halloween, úgyhogy ha minden rendben lesz, nem leszek beteg, mint most, vagy lehet, hogy most nem látszik, de azért igen, nem vagyok olyan túl jól, de az mindent érzt, hogy egy héttel hamarabb látjátok ezt, vagy később látjátok ezt a videót, szóval addig már nem lehet, hogy nem leszek beteg. Mindegy. Akkor Halloweenkor, ugye nyilván természetesen Halloweenkor horror játékok lesz a főszerep, de örülök neki. Úgyhogy... úgyhogy igen. Találkozunk következő hét péntekén, illetve ne felejtsétek el, ha tetszett ez epizód, akkor feliratkozzatok a csatornára, ha még nem tettétek meg ezt a dolgot. Illetve ha szeretnétek további videókat is tőlem látni, akkor ne felejtsétek el nyilván a feliratkozás mellett ugye lévő kis csengő gombot, ugyanis csak akkor küld nektek értesítést a YouTube, vagy egyébként meg szeretném értesítést küldeni ezek kihagyása, lépések kihagyása nélkül. Úgyhogy találkozunk kb. Egy hét múlva. Ja. Úgyhogy jók legyetek, és legyen igazából szép napotok. Sziasztok!